125 igen és 49 nem szavazattal elfogadta a parlament a Fideszes Banki Erik által benyújtott törvénymódosító javaslatot. Ennek értelmében eltörlik a lakástakarékok 30%-os állami támogatását. A lakástakarék konstrukció állami támogatása már 20 éve működik Magyarországon. Ez egy olyan megtakarítási forma, amelyel a lakással kapcsolatos célokat tudják finanszírozni az ügyfelek így lakás vagy telekvásárlás vagy lakásfelújításra költhető. A megtakarított összeg 30%-ával az állam is támogatja a szerződéskötőket. Ennek maximális mértéke évi 72 ezer forint. Ez adó és járulékmentes. Ezt a támogatást legfeljebb 10 évre biztosítja az állam, így összesen 720 ezer forintot kaphat egy ügyfél. Jelenleg négy pénztár működik: a Fundamenta lakás kasza, az OTP, az erste és az EGON. A betétállomány alapján a Fundamenta piaci részesedése meghaladja az 54%-ot. Az OTP lakástakarék 35%-kal van jelen, írja a magyar idők. Az LTP által kezelt közel egy millió szerződéshez kapcsolódó megtakarítások értéke mára meghaladta a 800 milliárd forintot. Most felmenő rendszerben ezt az állami támogatást szüntette meg a parlament, az előterjesztést hétfőn adta be bánki és már kedden szavaztak róla. Az eddigi szerződéseket nem befolyásolja az indítvány, azok után a futamidő végéig továbbra is jár majd az állami támogatás. A magyarok megtakarításain belül a betétek közel egyharmados arányt képviselnek, hiszen a lakástakarékokat is ide könyvelik. 2003 és 2016 között a betét állomány évente átlagosan 16%-kal nőtt. A lakástakarék ügyfelek korábban inkább a meglévő otthonuk felújítására költötték a pénzt. Amióta viszont drágulásnak indultak a lakások, egyre inkább lakásvásárlásra szánják az ott gyűjtött összeget. A magyar lakástakarékpénztárak hitelállománya 2016-ban 289. A betétállományuk 725 milliárd forint volt a portfólió összesítése szerint. Ez az összeg évről évre dinamikusan nőtt, írja a HVG. A kormánypárt azzal érvelt az állami támogatás megszüntetése mellett, hogy nem kellően hatékony, a jövőben pedig a családi otthon teremtési kedvezményt, vagy is a csokot bővíteni a kormány, ugyanis bánki szerint az beváltotta a hozzáfűzött reményeket már több mint 90 ezer család, összesen 250 milliárd forint összegben kapott segítséget a saját lakáshoz jutáshoz. A képviselő kifejtette, 2010 és 2017 között a pénztárak kezelői és a konstrukció forgalmazói 60 milliárd forint extra profitra tettek szert. Még az ősz folyamán várhatók bejelentések arról, hogy a lakástakarék pénztárak kivezetése után milyen lehetőségekkel gazdakodik a csok program. Ahogy a köztársasági elnök aláírja a törvényt, a következő napon már nem jár állami támogatás az újonnan megkötött lakástakarékokra.